Köszöntöm a kedves nézőket! Hideg, ám derűs csütörtöki napnak nézünk elébe. Az éjszaka során szinte minden felhőt elfúj a szél, egyedül a délkeleti tájakon lehet kevésbé napos az idő. Csapadék egyáltalán nem lesz, és bár az északias szél a délalföldön, valamint a Dunántúlon még produkálhat hevesebb lökéseket, az ország középső részén alapvetően enyhe légmozgással számolhatunk. A délelőtti hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul várhatóan, öltözzenek melegen. A délután hasonlóan alakul, felhőszinte alig lesz felettünk, derült napos téli idő, csapadékra egyáltalán nem kell számítani. Élénk északias légmozgás valószínű azonban szinte az egész országban, a Tiszán túlon pedig viharos széllökések is lehetnek, az ország középső részén lesz egyedül enyhe szél. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 3 fok között alakul, keleten lesz hűvösebb a levegő. A Kárpát-medencét egy Nyugat-Európából érkező anticiklon befolyásolja, hatására időjárásunk megnyugszik, a szél némiképp enyhül, a felhők a peremvidékre szorulnak, csapadék pedig egyáltalán nem várható. Európa nagy részén a már említett anticiklon fejti ki hatását, nyugodt napos időt biztosítva kontinensünk lakóinak, szinte teljesen felhőtlen évzárást tapasztal Európa. Nálunk a következő napokban marad a derült idő, az év első napján azonban felhősödés kezdődik, amely kedre havazást is hoz magával, bízunk ennek ellenére a legjobbakban. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, minden jót Önöknek, viszontlátásra!